Na, elindítunk még egy kísérletet. Ezzel még nem próbálkoztunk, úgyhogy ezt most élesbe megnézzük egy nagyobb tállal. Egyébként arra is rájöttünk, ahogy itt töltöttük meg vízzel, oda néz. Hát ez elég látványos, azt hiszem. Ez még látványosabb, mint a kis lilába. És egyből, hogy szökött. Rakunk bele, hogyha túlságosan teletöltöttük, és akkor itt most, ha már kristálytálakban megyünk, akkor gondoljuk végig, ugye Jézus is azt mondta, hogy tele tömlőben nem lehet új bort önteni. Tehát legalább az érzelem, mondjam úgy, akkor az érzelem testeteknek legalább a feléig már igazából le kell engedni a tartályotokat, az érzelemtest tartályotokat, hogy a kristály az be tudjon indulni nálatok. Tehát a kristály csakrátok. Egyébként ez pont a csecsemőmirigy hangolótál, úgyhogy az előbb a dobozmirigy volt, most pedig a csecsemőmirigy, ami ugye az egésznek a központi magja, a kristály csakra, a vezérlője, a forrásgenerátor, ugye? Tehát az élő forrás, na most ez úgy is bugyog egyébként, pont mint egy élő forrás, gejzírként a szökőkút, ugye? És forog a közepén, kicsit terelődhetne beljebb a közepére, érdekes, hogy nem a közepére viszi be. De minden esetre jó nagy pezsgő fürdőt gyártunk itt. Már ez maga is egy érdekes tapasztalás. Na csak, hogy ilyen csodákat művel velünk a kristálytál a bennünk lévő vizekkel. Na, sziasztok! Ja, ja, szedjük le. Sziasztok, elköszönünk. Még lehet, hogy majd még jövünk, hogyha lesznek izgalmas kísérleteink.